Ciao gyerekek, folytatódik a Felzabáltuk sorozat, Kínába fogunk elmenni, na persze nem úgy, nem repülünk el Pekingbe, itt maradunk a jó öreg Budapesten, és megnézzük, hogy itt mi a helyzet kínai vendéglő, étterem, büfé kategóriában. Segítségünk is lesz, van nekünk egy nagyon jó haverunk, Wang Mester, ő fogja megmutatni először azt, hogy nála hogyan néz ki egy jó kínai kaja, aztán pedig megkérjük őt, hogy kísérjen el és vigyen el olyan helyekre, ahova egyébként magunktól el se jutnánk, vagy ha pedig, hogyha eljutnánk, akkor se tudnánk rendelni semmit, mert hogy nem beszélünk kínaiul. Na, szia Wang! Őszinte leszek, én úgy jöttem ide hozzá, hogy nem ettem semmit, tehát farkaséhes vagyok, nem reggeliztem. De azért, mert abban reménykedtem, hogy mielőtt elmegyünk a piacra, azért itt egy-két dolgot mutatsz nekünk. Jó, persze, jó? Persze, igen. Erről a helyről mesélsz egy-két szót egyébként? Mert hogy az van kiírva az emberi csita az utcán, hogy kínai street food. Igen, igen, teljesen, mint a... Tényleg a Kínában street food. Tehát tényleg, hogy a Kínában elmennék az utcán, ilyen kajákat én simán találok. Teljesen, sok turista van, egyébként csarnokpiac, rengeteg kínai turista. Mindenki meglepetés, azt mondja, mint a Kínában. Igen. Akkor bemegyünk a konyhára, mutatsz egy-két trükköt? Persze. Nagyon, gyertek! Ez egy leghíles diszta Kínában. Szóval az a lényeg, hogy ez itt ki van nyújtva ezzel a kis fasodrófával, de utána ezt így kézzel fogjátok még jobban kinyújtani, ugye? És akkor majd fogjuk látni, hogy ezt nem is fogjátok fölvágni. Szóval az ember kér egy ilyen tésztát, megfogod a tányérodon, ez ilyen hosszú lesz, pontosan egy méter. Valójában egy tésztát kapsz, egy darab tésztát kapsz, igen. Papcsila. Ez is a forró vízben, és utána felvenni a tészta és a papcsila, utána garnier rák tegyen, még van Bruce ilyen előkészen tofu, zelát, paprika, sárgaripa, ilyen szaftos dolog. És salátaszerű. Igen, igen, mellett, és utána a saját csipős főzeles tegyen, utána forró olaj. Akkor így a fokhatma, nagyon fontos fokhatma. Jön nagyon finom illat, minden ízé összekever, akkor utána finomság lesz. Aj, de jó lesz. Ja, itt van. Ja, köszönöm szépen, úgy de jól néz ki. Na nézzük, figyeljetek, hát ahogy itt láttátok meg, meséltünk róla. Egyetlen egy darab hatalmas, egy méteres tészta van belepakolva, és az ember először azt is gondolná, főleg, hogy pálcikával lehetetlen megenni. De meg lehet. A trükk, amit most Wang mesterék itt elárultak, az az, meg kell keresni az egyik végét a tésztának. Hopp, és egyébként már meg is van, és gyakorlatilag innentől kezdve el lehet kezdeni szépbe haladni. Egy dolgot nem lehet szépen enni, nem? Ezért ez egy ilyen szürcsölős, ugye? Hogy ez, tehát ez nem ciki, ez, nézzétek? Megfogod a végét a tésztának, így. Ez a csípős, fűszeres szaft, kicsi zsíros szaft, mert azért ez zsíros, de hát ennek ilyennek kell lenni. Minden jó. Meg jön egy nagyon különleges dolog, egy saláta. Ez a lotos csoker, fekete fafőr gumba, sárga lépa, uborka. De ez nagyon fontos. Só, kicsi olaj, szaszámagú olaj, ilyen dolog. Minden jó, ropogós az egész. Igen, ez a chicken szárított tofu saláta. Ez pici csipős, és ez is fűszeres. A szárított tofu kellemesen rágós, nem annyira szétesős, sokkal inkább egy ilyen, valamint hogyha hús lenne szinte, szóval van egy ilyen kis ellenállása. Mert a Kínában nagyon sok olyan vegán étlem használ tofu, mint a hús. Igen. Mert ilyen hasonló ízé, finom ízé. Ez a szárított tofu, ezt most a vegáknak mondom egyébként, meg a vegánoknak, hogy na ez tényleg ilyen hússzerű, szóval. És ez a kis szép, vékony metétre vágott dolog az. Na ezt most én gyorsan elmajszolgatom, leöblítem, és utána lépünk Wang Mesterrel együtt, megnézzük a többi, hát úgymond konkurens helyet, bár igazából nem hiszem, hogy ez nagy konkurencia lenne neki. Megyünk a kínai piacra. Na, most egy második fogás, legeli. Igen. Ez egy kacsa
a kacsa szendvics, kínai szendvics. És ebben mi van? Kacsamell. Ebben kacsa, igen. Ah, és ez egy ilyen édeskés szósz az, ami benne van, meg egy kis hagyma? Kacsaszósz. És új hagyma, úristen, és nagyon ropogós, ez ilyen ropogósra sütött. Ez is saját tészta egyébként, ezt így csináljátok? Saját tészta, amit csinálunk, friss. Erre nem számítottam. Azt hittem, hogy a reggeli most csak az a három dolog lesz. Na, akkor jó étvágy a gyerekek, legalább elkezdődött ez a nap, ezt kijelenthetjük. Egy körbenézek egyébként, a csapatnak a nagy része kínai, ugye? Igen, azt jól láttam. Igen. És ők hogy érkeznek hozzád? Van Kínában egy ismerős, és ő mindig segít nekem szeretni a ember. Mert egyébként mi megpróbálni felvenni magyar slác, megtanulni és csinálni, és sajnos nem sikerül. Tehát nem tudnak olyan jól a magyarok kínai kajákat készíteni, mint a kínai. Mondjuk ez tök normális. Igen. Mert valószínűleg lehet, hogy egy kínai meg nehezebben csinálna, mondjuk paprikás krumplit, vagy pörköltet, nem? Igen. Na, de én azt vettem észre viszont, hogy amellett, hogy a személyzet nagy része kínai, te már a 21. században is így belekóstoltál, mert hogy van robot alkalmazottad. Igen, ez is van. Konkrétan a legjobb munkaerő, nem? Ez egy folytat Kínában tiszta. Nagyjából a nagy kés, bár. Kínában egy nagy bár embert csinálni, de... Bárd azt szeretnétek. De a robot is sok jobban, mert ez lehet állítani pontosan milyen vékony, milyen hosszú, mindig a pontosan, de ember mindig a hibás csinál. De ez hibát lehet. Igen, igen, de attól nem félsz, hogy egyszer föltalálják azt a robotot, amelyik jobban vezeti az éttermet, yeah. És már rá se lesz, hogy vigyázzál. Ez is egy jó dolog. Na, a menet az az, hogy akkor ott találkozunk a Jegenye utcánál. Igen, 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 igen. De te motorral mész, mi majd megyünk utána kocsival, de ha már motor, akkor gyere ezzel, egy kicsit meséljünk. Gyülekvágyalkod, ez egy ilyen sportmotor. Azt nem. Nem, ez a sokkal kéne. Ráülhetek így? Meg... Persze, igen. Figyeljetek. Vagy ez most le van zárva, mi a? Nem, nem, ez a mehet, simán. Igen? Ja, azt nem mondom mondjuk, hogy elmerném kötni. 400 kiló? Hát elég kényelmes, mert hogy konkrétan itt az történt, hogy felszereltek egy ilyen tévénéző fotelt erre a motorra, hátra még egyet. Hú, ez nagyon menő. Jó, én most nem megyek ezzel, megyek utánad kocsival, jó, de akkor ott találkozunk a piacon. De egy kicsit ugye elképzeltem, menő egyébként, nagyon menő. Szól a zene, ezt nem tudom, halljátok-e, szól a zene a hátsó hangszoróból. Na, a cím, ahova megyünk, ez a Jegenye utca, hogyha valakit egyébként érdekel a kínai gasztronómia, akkor valószínűleg járt már ott, mert éttermek, kínai boltok, alapanyagokat lehet nagyon jókat szerezni, és van nyáron egy éjszakai piac is, na hát innen ebből az origóból fogunk mi elindulni. Legutóbb egyébként én a Rácz Jenő barátommal voltam ott kaján, itt innen puszikálok, remélem, hogy nagyon jól van. Hát ott nagyon-nagyon jól jött, hogy Shanghai-ban azért megtanult kínaiul, mert hogy egy szót nem értettem az étlapból, egy szót nem értettem abból, amit az étteremben magyaráztak. Na hát most ezért lesz velünk Wong mester, aki segít megtalálni a tutit, legalábbis reméljük. Azt mondja, gyerekek, hogy Harley ide vagy oda, de rávertem a vangmesterre. Hello! Azt, hogy nyihau, azt a Jenőtől tanultam, úgy kell köszönni, hogy nyihau. A többit meg feliratoz nánk, ha lenne valaki, aki érti, hogy miről van szó, de mindegy, a lényeg a kaja, gyerekek, nézzetek körül. Kár
kb. 8 évesen kerültél akkor ide. 9 évesen, igen. És akkor megtanultál magyarul, de nagyon jó. Igen, suliban jártam néhány hangtól. Kellett. Ha szeretnéd lenni akkor. Igen, szeretnéd. Ez édesanyád a magyar? Nem. Jó, édesanyád, aki a vezeti, a viszi az ételmet. Igen. Tényleg. Kínai az egész család, és így megtanultál magyarul. Igen, ez családi vállalkozás. Mert még csak akcentusod, hogy nagyon menő, ahogy beszél, tényleg, ügyes vagy, jó van, örülök neki, szuper, köszi. Ó, köszönjük. És ehhez valamit szoktak enni, vagy ez hogy? Nem, hogy csak. Ez csak magába kell? Csak. Aha. Jó. És ezt egyszerűen elszedem pálcikával, nem, és kész. De tényleg tulajdonképpen azért, aki amúgy nagyon vicces, képzeljétek el, én körmöt nagyon-nagyon ritkán szoktam enni. Anyukám szokott körömpörköltet csinálni, de tényleg egy évben egyszer. Igen, magyar ritkán. Nagyon ritkán. Na most az van, hogy ez a ritka állapot, amikor anyukám megcsinálja a körömpörköltet és fölhív, hogy gyere kisfiam, megcsináltam, ez 2 napja volt. De tényleg, szóval én anyunál voltam 2 napja körömpörköltet enni, és ez most akkor a második felvonás. Nagyon omlós, nem csíp, mert én azt hiszem, hogy ez valami csípős dolog lesz. Ha valaki tetszik, akkor melled lehet chipper sauce, vagy fokhagymás sauce. Utána jött a medúza. Igen, ugyanez medúza is hideg. Az is egy előétel, de mondjuk előtel. Ez után jó lenne. Hanem mivel lepsz meg helyettel? Csirkelá. És akkor ezt hogy? Egy ilyet egy egészbe mi? Ez így, hogy van. Nem számítottam rá, de ez hideg. Nem szerettem rá, de savanykás, ez egy ilyen nagyon friss. Ez finom. Nagyon érdekes. Tényleg egy kellemes meglepetés, mert lájtosan csípős, de tényleg nagyon finoman. Friss koriander van rajta, és az egész egy ilyen hideg, savanykás szószban úszkál, és tényleg, hogy ki van csontozva, van benne egy-két ilyen porcogó rész, amit így el lehet rákcsálni, de az se kellemetlen, de maga a bőr az meg nagyon puha. Hát tényleg elég furcsán néz ki, de tök jó, teljesen el tudom képzelni. Hát a kollagén szintünk rendben van szerintem. Ha előételeket kipipáltuk itt, akkor átmegyünk egy másik helyre, a következő fogásra. Ez milyen? A Milky Way étterem minden kedves vendéget szeretettel vár. Kezdek megtanulni kínaiul, na gyertek! Ez már kifinomultabb, elegánsabb hely, a Milky Way. Na izgatottan várom, hogy vajon magyarul van-e, vagy angolul bármi ki. Van! Ó, magyarul is és angolul is ki vannak írva. Akkor a nevek. Hát itt akkor itt teljesen könnyű dolgom van, de gyakorlatilag ezt akkor, és még fotó is segít. Aha, igen. Hát ezzel a kezdőknek akkor inkább a Milky Way-t ajánljuk. Az előző az hardcore volt, mert ott semmi nincs kiírva magyarul. Itt azért látjuk, hogy van köles tengeri uborka és halbőrleves például. Mi az a kaja, amit mondjuk a te személyes kedvenced, amire azt mondod, hogy úristen, nagyon-nagyon imádod? Itt? Hát sok ilyen, ilyen húsos. Húsos vagy? Húsos, igen. Vagy csirkén, vagy settis, bálány. Egyébként, ha húsos jó csinálni, minden megesz. Igen? Minden. Van sült kacsaláb, de most már lábakról jöjjünk le. Nem, mert most már az éves lábmennyiségemet elfogyasztottam, amit szoktam. A csípős csirkefalatok, ez is jól néz ki. Úristen, ebben ennyi csili van, ez komoly. Csili kedvelőknek, nem tudom, látszik-e egyébként így a fotón, de ennek a 90% a csili. Szóval szerintem együnk egy kis császárhúst, mert nagyon jól néz ki. Együnk egy ilyen kis csirkét, mert nagyon-nagyon durván csilis. És együnk egy kis taró-taró gyökeret. Na, de láttam, hogy nagyon ki vagy varva, de ezek milyen tetkók egyébként? Ez tradicionális kínai? Ez is egy rész, igen. És itt van egy sárkány, itt van egy kityú, minden sárkány, minden feleség, születési. Mármint, azt hittem, hogy a feleséged egy sárkány. Ez gyerek, kityú ív szület, ez csak egy tetszik, nagyon tetszik, egy képes ilyen szamuráj. Ez egy szamuráj, de akkor ez inkább japán, mint sem kínai. Igen, aha. Igen. És még mi az a folytatás ott fönn? Ez egy oroszlán. Orosz, aha. Barátnő. Ez csak vissza. Micsoda, hogy csak a barátnő feleség, az oroszlán, meg a barátnő. Profi.
Egy falat csirke, két darab csili. Ez a szabály. Nem durva. Csí? Igen? A csirka nagyon, nagyon puha, nagyon omlós. Minden kis bundában van. Ez nem is tudom, olyan érzésem van, mintha a csirke szárnak az a kis húsos része lenne. Vagy comb, de nagyon szaftos, rettenetesen szaftos. De comb. Comb ez? A comb hús mindig a jobban szaftos, mint a mell. Mell alkohol a kemény, száraz. Pirult íze van a paprikának, és nem brutálisan csíp, hanem így a szépen a háttérben egyszer csak megjelenik, szóval ez egy csípős, de nem kell nagyon extrém dologra gondolni. Csak köszönöm, az mi kínál jól? Köszönöm, sze. Jó. Megérkezett a taró gyökér, és ez így brutálisan rottyogja, hogy ez egy ilyen vaslapos cucc. Vaslapos, igen. Ó, de érdekes. És ez szépen föl van vágva ilyen kis kockákra, és ez így ki van vajon sütve? Aha. Be. Most a hirtel történt minden, mert megjött a taró gyökér, megjött ez a császárhús, és akkor azt mondtad, hogy ugye ez egy gőzölt gombóc, ugye? Igen. Már nézzétek meg? De amúgy tényleg, hát ezt most így csak elmesélni tudom, de hát 3 gramm az egész, ilyen hopkönnyű dolog, és hogy tulajdonképpen a barna, az ugyanez, csak még be van dobva forró olajba. Tehát ez még ugyanaz a gombóc, és hogy megkérdezte a hölgy, hogy kérünk-e hozzá sűrített tejet, mert hogy ez egyébként desszertként is működik, hogy sűrített tejbe mártogatjuk. Úgyhogy megkapja az ember a főételt, és ha kettőt félre tud magának rakni, akkor azt még egy kis sűrített tejjel me lehet mártogatni, de ezt most majd akkor én a végén fogom elkövetni. Visszaszaladunk oda, ahol elkezdtük az előbb, szóval a tarógyökér. Picit még édes is, és tényleg egy ilyen krumpli püré, egy picit gesztenye masszával összemegtekerve, és hozzá egy ilyen nagyon jó ízű, ilyen pecsenyés, ilyen húsos ízű mártás. Nagyon jó. Császárhús. Ezt nézzétek meg. Egy iszonyatosan remegős puha. És kérd, ez ennyi volt. Ezt a császárhúst fogod, beveszed a szádba, és elolvad. És mellé lehet tunkolni ezt a habkönnyű gőzölt bucit. Hát, hogyha nem épp egy felzabáltuk sorozatot vennénk föl, akkor azt mondanám, hogy jól laktam, mehetünk haza, de hát még messze vagyunk a végétől. Van még cím, még van hova menni? Van? Van, persze. Jó, akkor menjünk. De tényleg ez nagyon bejön nekem, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Kínában lennénk itt az egész környék. Na, de ha már szóba került, neked mi a sztorid egyébként? Te hogy kerültél ide, vagy mikor kerültél ide? Én 1990. Véletlenül egy barátom, egy ismerős, azt mondta, hogy jelen Magyarországon, nagyon szép helye, jó, mint a turistá ide jön. De akkor turistaként jöttél, csak igen, a körülnéző. Igen. Aha. És utána meglepetés, és megtetszik. Mondta, hogy szeretne itt maradt. De olyan jó, kedves ember, tényleg. Ha úgy száll, én kérdezni, hol van kell menni, mint a Blaha Luisa, a magyar srác, azt mondja, gyere. Átvenni oda, Blaha Luisa. Olyan jó. A lányok mindig olyan szép. Na, ebben a következő helyben az a poén, hogy be tudunk súrani a konyhába. Wang mester elintézte, gyertek! Régi ismeretségre való tekintettel, hello! Sziasztok! Hello! Ó, de jó! Hello! És mi kerül bele a tésztába? Ez milyen töltelék? Ez tiszta, ez marhahús. Marhahús. Ez sárgaripa. Uh-huh. Ez van több más fűszer. Ah, fűszerek, sárgaripa, marhahús. Persze, ki lehet próbálni? Kipróbálhatom? Tessék, nézd meg. Igen. Szóval azt kell, hogy összehajtom. Először igen. Összenyomkodom, igen, ugye? Így. Jó, te... így is. Jó. Hát, nézd. Szerintem nem lett annyira rossz.
Nem lett annyira rossz, ugye? Több, csak a pulupá, több. Egy kicsit többet kell meg gyakorolni. Ez biztos jó. Igen, jó, összecsípkeded. És odarakod a kezed, meg odarakod a kezed. És így lefele. Na jó, na váljátok. Így. Igen, csinálom. Igen, jó. Jó, ügyes. Nagyon jó. Bemész, meghajtogatod magadnak, utána kifőzik, és már lehet is betolni. Nagyon jó. És tényleg ugye, a kis ecetesség. Esti piac, tehát ez igazi kínai street food. Igen, így van, így van. Fú, és gyakorlatilag 6 óra lett, azért jól elkajálgattuk az időt. Akkor ez gyakorlatilag kicsit korábban, de... Jó, na nézzünk körül akkor, gyertek. Ja, hogy Chinatown Street Food Night Market. Hát akkor jó címen vagyunk tényleg. Bálány, chicken sani, ilyen tofu. Ez leghíres, ez a bárány. Bárány? Igen, ez a Kínában mindenhol utcán sok ilyen helye. Akkor egy grill, akkor utcán. Na hát, ja, itt egy étlap is, ami még angolul is sajta van, hát ez egészen el vagyunk kényeztetve. Együnk polipot? Jó, néz ki! Jó, jöhet egy polip is, igen. Hát a vangmesternek köszönhetően hátra mehet nem ide jönni, bár nem hiszem egyébként, hogyha nem titkos, vagy itt a... Ez egy nagyon titkos hely. Mert hogy tulajdonképpen ugye van az első rész, ahol rendelsz, meg ahol leülsz, és akkor, hogyha hátra jössz, akkor ide vannak berakva ezek a grillek, nézzétek meg. Speckó kis, egy ilyen hosszú tároló, egy ventilátor fújja rá a levegőt, hogy a parázs az folyamatosan forró legyen, és akkor ide kerülnek föl, ez a kis gőzölt gombócka, ami be van egy kicsit most fűszerezve, ugye, meg egy kis olajjal át van kenve. És méz van. Méz? Méz és méz van rajta? Igen. Akkor az pirul rá ilyen szépen, és ha minden igaz, akkor a kis bárányom, meg a kis polip, az mindjárt jön ide hátra, hogy itt a parázs fölött megsüljenek. De most akkor mi kicseleztük a rendszert, mert itt mi hátul itt várjuk tulajdonképpen. És végre, gyerekek, megérkezett a polipom, kap még egy kis mázat, kis fűszeres mázat, és pirulgat. Még egy kis fűszer. Még egy másik fajta fűszer. Aztán csilinek látszó fűszer. Oda is. Jó van, ez sem lesz gyenge. Itt alapvetően ér kézzel lábbal lenni, ugye? Street food. Street food, igen. Fontos. De jó. Az edamame, ami egyébként a zöld szójabab, gyakorlatilag meg van szépen párolva. Kiugrik szépen itt a héjából. Kis só van rajta és kész, ez egy nagyon naturális dolog. Na nézzük! A legtöbbször a polippal találkozom. Majdnem mindig rágós, csak keményre készítik el. Itt meg vajpuha, de tényleg nagyon finom. A legvége azért picit ilyen ropogósa van sülve, de egyébként, és hát az, amit láttunk, az teljesen úgy is volt. Szóval jó sok fűszer, ilyen kicsit körire emlékeztető fűszer került rá. A piros, amit láttunk, hogy rászólt a srác, hogy csilinek nézett ki, és az is. Úgyhogy rendesen csíp azért. Köszönöm. Polip első osztályú, komolyan mondom. Első osztályú. Aha, köszi, szóval nem ez. Majd figyelj, hogy jöttök, nehogy értem, ezt kérjétek meg, ne is ezt, hanem ezt. Ez egyébként a menü. Ez igazi street food. Aha. Nagyon jól néz ki. Az van, hogyha ha én most kikérek egy ilyen palacsintát, igen, akkor utána engem oda hátra kell vinni, és ott lefektetni, aludni. És reggelig nem hozzám szólni, ez egész biztos. Na, tulajdonképpen egy lazak is rántottává van itt szétsimogatva a tojás a palacsinta tetején. Pirított hagyma kerül ilyenkor még rá. Petrezselyen. Kette szezám mag. Egész meg lett pakolva, megfordította a sánc. Most alul van ez a tojásos cucc.
és most erre a palacsintánál a másik felére pedig babpürét nyom. And what's this? Vegetable sauce. Aha, meg egy kis zöldséges szószt. Hát nagyon durva. Nagyon durva kis palacsinta. Fú. És tofu szósz. Spicy? Yes. Ja, és ezzel a kérdéssel tulajdonképpen, hogy én bírom a csípőset, kiderült a számomra, hogy ez nekem készül, pedig egyáltalán nem akartam venni ilyen palacsintát, de véletlenül az áldogálásommal tulajdonképpen meg is rendeltem. Nem baj. Azt is, belekerült egy ilyen de jól néz ki. Azt a mindenit. Jó néz ki, nem? Nagyon. De hogy mi annyira feltűnően áldogáltunk itt, mert azzal, hogy itt álltunk, rögtön kaptunk egy ilyen palacsintát, rendeltünk egy palacsintát, meg még kaptunk kóstolót is. Annyira látszott rajtam valószínűleg, hogy engem ez érdekel, hogy ezt is le tudjuk tesztelni. Meg fog halni. Okay. Okay, thank you very much. Thank you, thanks. Ezt is kaptam ajándékba. Na, kaptunk ilyen földi magyarót. Ezt nem tudom, hogy ez valami spéci dolog, mert azt mondta a srác, hogy ez valami nagyon ízletes dolog lesz. Igen, egyébként egy egyszerű dolog, de mindenki mindenhol másképp csinál. De hogy ez meg van főzve akkor? Aha. Aha. Ez egy ilyen nagyon érdekes, lájtosan ilyen ízesített, édeskés, picit fűszeres földi magyaró. De finom, nagyon finom, nagyon. Másképp. Nagyon más finom. Más. De érdekes. Olyan érzésem van, mintha egy ilyen édes fűszeres tejben főzték volna meg a földi magyarót. Na, nézzük a kis gombóckáinkat, amit kaptunk ajándékba. Ilyen szárított hal pehely, ez a bonito pehely van rárakva a tetejére. Ezek a kis szárított lapocskák pedig nori, ugye egy ilyen szárított alga. És ha jól értettem, mert a srác neked mutatta, hogy ez polip darabokkal. Polip darabok, igen. Aztán. És akkor belül van egy ilyen nagyon lágy, krémes töltelék az egésznek, kívül ropogós. Ez fantasztikus. Tényleg, fantasztikus. Ez utolsó roham. Ne haragudj, de nem tudok máshova elmenni ma már, szóval tényleg voltam már egy pár ilyen felzabáltuk forgatáson, de ez most minden határon túl, mert pedig még van egy pár kaja. De nézzük már meg ezt a palacsintát. És akkor erre azt mondod, hogy ez egyébként reggelire is teljes, hát Kínában ez egész nap sütik, ugye? Azért az a háromfajta szószt raktak rá, gyakorlatilag a palacsintának mind a két felére rá van rakva valami. Benne van ez a ropogós cucc. Hát pont annyi íz, amennyi dolgot láttatok. Tényleg ez a babpüré, ami rákerült, a szószok, nagyon enyhén csípős. Benne van ez a ropogós cucc. Ugye az egyik felét ezt megkenték tojással és aztán lesütötték, úgyhogy ott van egy ilyen pirult tojásos íz szintén, fekete szezám mag. Isteni jó. Akartam mondani, hogy köszi szépen, minden nagyon jó volt erre a srác, megjelent egy ilyennel, ez mi? De ez is nagyon-nagyon híres Kínában. Legeli, ebéd, vacsora, minden megállt. De ez is nagyon finom. És ez mi? Ez egy ilyen nagyon fűszeres sertés hús, ahogy... Sertés hús, igen. Ez tulajdonképpen egy kicsit ilyen pulled pork-szerűnek tűnik nekem így az illat alapján, ha meg az állag alapján is, szóval egy ilyen nagyon szaftosan, nagyon puhára készült sertés, hogy tele van fűszerrel, hagymával, ezt már most látom, és egy ilyen nagyon érdekes kis korong alakú zsemlébe van lepirítva. Aha. Hagymás, korianderes, nagyon finom és nagyon szaftos. Megint meg akartam köszönni, és erre megint kaptam egy ajándék. Most már meg kell mondanunk, hogy nem kérjük több ajándékot, mert én egyébként az egész úgy indult, hogy megálltunk itt nézelődni, hogy ez milyen frankó. Ugye minden 10 perc akkor egy ajándék. De tényleg, tehát most az van, hogy szerintem most a hátsó kijárattal slifoljunk el, mert ebből baj lesz, de akkor oké, szóval mutatom nektek. Kapirgálós csirke, intenzív fűszerekkel beforgatva, és pankó morzsában kisütve. Szóval egy kis házi, még egyébként meleg rántott csirkét kaptam búcsú ajándéknak. Hát ez egyértelmű, de nagyon jó. És a pankó morzsát biztos ismeritek, ilyen szilánkos, nagyszemű morzsa,
ami iszonyatosan jó, ráadásul, hogyha megnézzük, akkor lehet látni, hogy van egy ilyen kis piros bevonat a húsom, szóval ez kapott egy ilyen intenzív, erős fűszerezést, nem csípős, de intenzíven fűszeres, és úgy van utána kirántva. Vangmester, az a helyzet, hogy én nem bírok többet tenni, de tényleg. Pedig még annyi mindenről nem beszéltünk, de ezt nézzétek már. Friss rák. De tényleg, a friss rák, amiről még nem beszéltünk, és ki kell, hogy próbáljuk legközelebb. Igen, így. De tényleg, így, te így, így nyomol? Igen. Szóval ezt is kihagytuk, de gyertek, mutatok még valamit. A mai nap kihagyjuk a csigát, de legközelebb azt is fogok enni, és kihagyjuk a kacsafejet, ami pedig azt mondod, van, hogy a kacsafeje, azt te szereted, nem? Persze, imádom. Tehát azért a kacsafej, ami szintén ez egy ilyen kis csípős szószban van, kis szezámmaggal, hát nézzétek meg egyébként, rendesen csak a kacsának a feje, leszopogatni a csőréről, meg a fejéről a kis húsikát. Igen. Csak kínál pálinkával? Szerintem ez Magyarországon is működik. Pálinka és kacsafej, ez teljesen menni fog. Sziasztok! Vangmester. Elindultunk reggel, most este 7 óra van, 4,5 kilót híztam, nézd nekem, hogy mekkora pocakom lenni élted. Éjférjéken, még van 4 óra. Még van, és még menjünk, még mindig menjünk. Mindig van helye. Én ezt most feladom, de iszonyatosan jó volt, tényleg az egész napot nagyon élveztem. Nagyon jó volt nálad indítani a Biang tésztával a reggelit, de az összes hely, ahol elvittél, és hát a végén ez a piac, fantasztikus, meg az, hogy nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszik a kínai embernek a hozzáállása, az, hogy milyen kedvesek voltak, hogy mennyire beszélnek magyarul, döbbenetes egyébként. Igen, fiatal ember. Tényleg, fiatalok tökéletesen beszélnek magyarul, szóval az egész élmény szuper jó volt, úgyhogy neked ezt nagyon köszönöm. Nektek meg azt mondom, hogy kószáltok itt a Jegenye utca környékén, fedezzétek fel ezeket a helyeket Vangmester helyére, és nézzetek be, mert hát azt mondja, ha mindenki tudja, hogy milyen szuper minőség. És még egy, ha már te így még egyszer szóba kerültél, hogy beszélgettünk ki erről, hogy egyszer főzöl te nekünk? Persze, tényleg? Természetesen. Tehát a Street Kitchenben egy főzés nálunk, egyszer várhatunk téged? Természetesen. Jó, hát akkor innen folytatjuk, Vangmester majd mutat nektek valamit. Kösz szépen a figyelmet, találkozunk, szevasztok, ciao. A videót a Coca-Cola támogatta.